Gulyás Zsolt plébános, érseki tanácsos, a Györfi István Katolikus Általános Iskola lelki vezetője, Hírstúdiónk vendége. Arról kérdezzük, milyen elképzelések vannak a katolikus nevelési intézménnyel kapcsolatban. Mai vendégünk Gulyás Zsolt, plébános, érseki tanácsos, a Györfi István Katolikus Általános Iskola lelki vezetője. Üdvözlöm és köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Én is szeretném megköszönni a lehetőséget, és szeretettel köszöntöm a Karcak Televízió nézőit. A Római Katolikus Egyház nem csak az általános iskolákra fókuszál, hanem tervei vannak nevelési intézménnyel kapcsolatban is. Mi ez pontosan? Dr. Ternyák Csaba érsek úr számára fontos Karcak. Tehát akkor, amikor a Györfi István iskolát, tagintézményt átvettük és különálló intézmény lett, akkor számunkra fontos, hogy ezt az iskolát erőssé is tegyük. És az Egyházmegyében ugyan több óvoda is épül egy időben. Ez egy kormányzati rész, a kormány és a Magyar Katolikus Egyház megállapodott a óvoda fejlesztésben, és itt az Egri Egyházmegyében egyik óvoda itt Karcagon lesz. Ez a volt adó épület a Püspök Ladányi út 14 szám alatt épül majd föl. Ez, ahogyan a képen is látható, az adó egykori épülete az megmarad. Valójában itt fogjuk elhelyezni, fönt lesznek az irodák, az alsó részen van lesz a konyhai kiszolgálás, és valójában ez egy 4 csoportos óvoda lesz, 4x20 csoportos, 20 fős csoportokat fogunk majd kialakítani, ami azt jelenti, hogy ez teljesen új építésű óvoda lesz, és a törvényi előírásoknak megfelelően lesz kialakítva. Tehát ez az egészséges életmód, az egészséges jelenlét az óvodában, ez mindenféleképpen szem előtt lesz tartva. Tehát mind a 4 csoportnak külön helyisége lesz, ez már az új építésnek a része lesz. Jelenleg ott tart, hogy a terveket készítik. Én azt gondolom, hogy a 250 év kapcsán ez egy szép esemény lesz majd az alapkőletétel, tehát 2021-ben ez mindenféleképpen meg fog történni. Tehát ez azt gondolom, hogy mindannyiunk számára egy örömteli dolog, hogy így módon is egy kicsit előre léphetünk, és az oktatásba, a nevelésbe bekapcsolódhatunk. Én azt gondolom, hogy gazdagítani fogja Karcag városát ez az óvoda. Zsolt atya, én megköszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat, és stúdiónk vendége volt. Én köszönöm a lehetőséget, és a kedves nézőknek a figyelmet.